Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és szeretettel köszöntöm a két kézilabdázónőt, az FTC Rail Cargo Hungária és a magyar válogatott kézilabdázóit, Márton Grétát és Kovács Anettet. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk. Szeretném látni a mosolyt az arcotokon, amit megbeszéltünk, mert hogy sikerült olimpiai kvótát szerezni. Rengetegen néztünk benneteket, rengetegen szurkoltunk és rengetegen örültünk. Nyilván a szerbek elleni meccs után, amikor már mindenki biztos volt abban, hogy ez a dolog megvan, bármi is lesz az oroszok ellen, ez egy csodálatos alkalom és egy remek dolog, hiszen mentek az olimpiára. Gréti, te egy kicsit azért tapasztaltabb vagy, ugye mindenketten nagyon fiatalok vagytok, de kicsit azért tapasztaltabb vagy, annak neked viszont az első alkalmak voltak. Egy kicsit meséld el, hogy mi az, amit átéltél itt a pár nap alatt. Hát én a, ugye az elején, amikor elkezdődtek az edzések, már akkor egy izgulás volt már, de viszont már, amikor a mérkőzések az öltözőben, pont a Grétivel összenéztünk, amikor felvettem a mászt, és úristen, hogy itt vagyok, és, és igazság szerint akkor jöttem rá, hogy itt, itt, itt nyerni kell, és nincs olyan, hogy, 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 nem lehet nyerni, itt, itt ugye ki kell jutnunk, és, és tényleg az, hogy, hogy hát én nagyon izgatott voltam, én már nagyon vártam egyébként a mérkőzést. Pedig bizonyos szempontból még akár otthon is érezhetted magad, mert hogy olyan sokan voltatok, a Fradiból válogatottak, hogy azért ez csak félig volt idegen közeg. Igen, egyébként nagyon sokat segítettek ebben, hogy, hogy tényleg amikor a Kazasztán ellen játszottunk, és ugye akkor itt is lehet, játéklehetőséget kaphattam, és akkor a, a Misi odajött jött hozzá még a mérkőzés előtt, és, és tényleg bíztatott, nekem az nagyon jó esett, tényleg én csak jó tudok erről mondani. Gréta, te emlékszel arra, hogy az első válogatott mérkőzéseden ki volt az, aki a legtöbbet segített neked, és miben? Hú, ebben nem vagyok annyira biztos, mert ahogy Ancsi is elmondta, egy nagyon összetartó brigád vagyunk, és egytől egyig mindenki tud segíteni a másiknak, egy-két támogató szó az mindig nagyon jól jön, pláne, hogyha az ember az első válogatott mérkőzésé lép pályára. Igen, de az a jó ebben az elejében, hogy szinte mindig van egy első alkalom, az első gól például a válogatottban, az milyen? Hát az egy, amikor az első gól volt, az egy kicsit olyan megnyugvás volt számomra, mert az a másik fél időben volt. Ugye az elején látszódott is a, 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 játéknál, hogy, hogy tényleg, hogy bennem volt ez a kis feszültség, de, de ugye a másfél időben azért tudtam szedni magam és a, és a lányok is nagyon sokat segítettek ebben. Gréta, a, az utánpótlás sikerek is fantasztikusak, főleg akkor, hogyha van egy olyan közönség, ami tudja hajtani az ember, de az, hogy olimpiára ki lehet menni, az egy teljesen más kategória. Neked, aki már azért túl vagy egy-két dolgon, de még mindig nagyon fiatal, vagy egy óriási lehetőség előtt állsz, ez. Mi az, mi az, amit ezzel kapcsolatban a legfontosabb számodra? Nekem már a junior világversenyek, illetve az ifjúsági világversenyek is óriási dolgot jelentettek, mert nagyon megtisztelve éreztem magam, hogy részese lehetek a magyar válogatott csapatnak. De az, hogy ilyen nemes célokért küzdhetünk, mint az Olimpia, az számomra még mindig egy kicsit feldolgozhatatlan, hiszen sok más társammal együtt már gyermekkorunk óta erről álmodunk, és az, hogy ilyen közel van ez, ez még mindig hihetetlen. Úgyhogy talán ez az egyik legnagyobb dolog, hogy kicsit mások már a célok. Mikor kérdeztem, hogy ki az, aki a legtöbbet tud a csapatban segíteni, ez egy nagyon aranyos dolog volt, azt mondta Danet, hogy a Kovacsics Anikó és a Görbic Anita. Ugye Anita egy olyan szerepben van most, hogy már nincs a pályán, de ezért mégis úgy gondolkodik, mint aki a pályán van, és a kis padról kívülről lát mindent. Ők ketten mi az, amiben hasonlóképpen, és mi az, amiben másképp tudnak benneteket segíteni? Hát a Misi az, az egyértelműleg az, hogy, hogy a pályán Tud nekünk segíteni, hogyha, hogyha úgy látja a dolgokat, akkor, akkor tényleg ott, ott nagyon sokat tud segíteni. Akár mérkőzés közben is egy-egy szóval, egy-egy odakiabálással, egy -egy, és ez olyankor abban a mérkőzés hevében eljut? Hát igen. Viszont, viszont a görbe, ugye amit mondtam hogy a, a kispadról is ugye, külső szemmelő jobban látja a dolgokat is hogyha, hogyha van egy olyan szituáció, amiket, amit ő jobban lát akkor, akkor ő, ő ebben nagyon sokat tud segíteni az mennyire segít, amiről itt az imént már beszéltünk egy mondatot, hogy sokan vagytok a Ferencvárosból hogy Elek Gábor ott van veletek tehát hogy ez egy ilyen, ilyen nagyon, nagyon megszokott közeg, legalábbis egy része ennek igen, valóban egy nagyon megszokott közeg, és nekem személy szerint nagyon sokat segít az, hogy biztonságban érzem magam, mint ugye az edző személyében, és az, hogy ilyen sok lány vesz engem körül a Ferencvárosból, az mindenképpen pozitív, de azok, akik nem ebben a klubban játszanak is, ugyanúgy be tudtak ebbe a közegbe illeszkedni, és fel tudták venni azt a játék felfogát, felfogást, és azt a ritmust, amit mi esetlegesen a saját klubunknál megszoktunk. Anett, hogyha vissza kell nézned három évet, akkor tudnál nekem mondani három mondatot a három különböző évről? A hárommal ezelőttiről, a kettővel ezelőttiről, és az ideiről. Mennyire volt ez más? Mi volt a meghatározó ezekben az években? Hát ez a három év alatt én azt gondolom, hogy az első év, ami, ami elég sűrű volt számomra, tehát hogy BL mérkőzésekkel játszhatok, tehát hogy teljesen más a tempó, válogatottba is lehetek, a Fradinál játszhatok, szóval nekem ez így elég sűrű volt így, így mint elsőleg, és, és ennek nagyon örülök, hogy itt ennek a részese lehetek így. És amikor mondjuk három évvel ezelőtt megkérdeztem volna tőled, hogy mi, milyen céljaid vannak a következő három évben, akkor mit mondtál volna, vissza tudsz még arra emlékezni, hogy akkor mit gondoltál erről? Hát nem gondoltam volna egyébként, hogy idáig el fogok jutni, szóval ennek nagyon sok munkája volt, és, és, akkor még nem biztos, hogy ezt mondtam volna, hogy, hogy tényleg, hogy a gondoltam volna, hogy itt lehetek, és, és ennek a, itt, itt, ebbe a csapatba lehetek. Gyerte, mutasd be nekünk egy kicsit az Anettet, jó? Gyakorlatilag azt, azt, is lehetett olvasni a sajtóban, hogy megfordult vele a világ, hogy hihetetlenül sok minden történt vele az elmúlt időszakban, és azt lehet mondani, hogy nagyon komoly magaslatokba jutott el nagyon rövid idő alatt. Mit tud ő, ami, ami miatt ilyen szépen és gyorsan veszi ezeket az akadályokat? Ancsi nagyon szorgalmas, és nagyon sok időt áldoz arra, hogy nap mint nap fejlődjön. Sokat szoktunk erről beszélgetni, hogy nem régiben még az utolsó helyezettek között versenyeztek, és most már itt van a Ferencvárosnál, és Bajnokok Ligájában szerepel, illetve hogy tagja volt a válogatott csapatnak is. Ancsi egyébként egy nagyon vicces személyiség, sokan gondolják róla, hogy visszahúzódó, de mindig meg tud minket nevettetni. Ki hozzátok belőle? Ki is hozzuk belőle, de jön az magától is. Kell téged egy kicsit provokálni egyébként ilyenkor? Vagy csak látsz dolgokat, és akkor jön a humor? Hát szokták mondani, hogy csendes gyilkos vagyok. Oh. Úgyhogy néha vannak olyan ö, szituációk, amikor, amikor ö, elég vicceset tudok mondani, de, de néha a, nem kell azért rámerőltetni a dolgokat. Egyébként edzésen ez mennyit számít, hogy van egy-egy ilyen ember, amikor már térden csúsztok, és borzasztóan el vagytok fáradva, és ö, már nem nagyon lebegott a szemetek előtt a cél, mert éppen nem az a fontos, hanem a túlélés, hogy van egy-két ember a csapatban, aki olyankor tud egy olyat szólni, hogy az ember felemeli a fejét, és megy tovább. Az mindenképpen sokat segít, amikor már nagyon fáradtak vagyunk, akkor gyógyul egy kis csipkelődés, és az embernek egyből jobb kedve lesz. Apró titkokat meséljetek nekem arról, hogy mi volt a mérkőzés után, mit mondott Elek Gábor, mit mondott Danyi Gábor, mit mondott Görbic Anita, amit még nem tudunk ezekből az öltözői kis titkokból. Hát ugye a mérkőzés után egyből énekeltünk, táncoltunk. Mit szóval. énekeltetek? Hát... Mindent. 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 úgy. Hogy tényleg nagyon jó volt a hangulat, a Gábor is nagyon meg volt velünk elégedve. Nagyon örült annak, hogy, hogy tényleg egy célt elértünk, és, és tényleg azt, hogy amiket dolgoztunk az edzésen, mindenki, mindenki oda tette magát, és tudta nagyon jó, hogy ez nagyon fontos dolog lesz majd számunkra. Mi lesz az olimpián? Mi az, ami az első dolog, ami eszetekbe jut, amikor azt mondom, hogy hamarosan ott lesz a repülőjegy? Még nem tudtuk szerintem feldolgozni, sokat beszélgettünk már azóta, és még mindig hihetetlen, ahogy ugye többször is elmondtam egyszerűen ez egy olyan cél, ami, ami, tényleg minden sportoló álma, úgyhogy szerintem akkor tudatosul majd ez bennünk, amikor a repülőn ülünk, és után vagyunk Tokióba. Mi a titok ebben a, ebben a közösségben, ahol már vannak édesanyák, ahol vannak egészen fiatalok, első válogatottak, akiknek nagyobb a tapasztalatuk, vagy akik éppen az elején járnak az útnak, és mégis tud egy elképesztő ö, olyan közeg lenni, amiből, amiből úgy tűnik, hogy, hogy ki tud jönni az eredmény. Hm? Szerintem pont ez benne a szép, hogy a fiatalok tudnak esetlegesen egy olyan lendületet, egy olyan újítást belevinni ebbe az egészbe, ami, ami egy kicsit nem megszokott, míg ugye a rutinosabb játékosok nagyon sok támogatást tudnak nekünk nyújtani, és ahogy már elmondtam, az ember biztonságban érzi magát, és, és úgy van vele, hogy most nem hibázhatok, mert ott van mellettem a másik, aki támogat ebben. Ez csodálatos, és remélem, hogy így lesz ez a következő hónapokban is. Azt kívánom nektek, hogy sérülés és betegség kerüljön el benneteket, akkor nagy baj nem lehet. Köszönöm szépen, szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. A kedves nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Viszontlátásra!